Ez itt a Sláger TV híradó, a Magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger TV híradóval mindig képben lehet, mi történik a hazai zenészvilág berkeiben, a legfrissebb zenei híreket nálunk hallhatja először. Beleshet velünk a kulisszák mögé, és mindent első kézből tudhat meg, hiszen az ujjunkat mi mindig a zenei élet ütőerén tartjuk. A mai műsorunkban folytatjuk a nyári koncertszezonban forgatott exkluzív anyagaink bemutatását, így ezúttal a New Level Empire és a Don't Start the Queen zenekarok siklósi fellépésének kulisszatitkaiba pillanthatnak be már is. Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a New Level Empire zenekar, így igencsak mozgalmasra sikeredett az év első fele számukra. A jeles évforduló természetesen náluk sem maradhatott nyári turné nélkül, amely állomásain valamennyi nagy slágerüket eljátszották. Természetesen a közönség legnagyobb örömére. A Sláger TV híradó stábja a siklósi buliukra látogatott el, hogy kifaggassuk a billentyűs Krajcár Pétert, a dobos DJ Nyúlt és a frontember Zolát, eddigi sikereik titkáról és persze a jövőbeli terveikről. Kezdődik tehát a mai Sláger TV híradó, amelyhez mindenkinek kitűnő szórakozást kívánok. Stílusunk egy picit, hogy is mondjam, talán az utóbbi évtizedben, mert most már sajnos egy évtizedről kell, hogy beszéljek, pont 10 évesek vagyunk idén, nyilván változik. Tehát elindultunk valahonnan, ennek van egy ilyen saját kis belső evolúciója, aztán, hogy ez visszafele megy, vagy előre, azt még mi se tudjuk gyakran. Most például a legutóbbi dalunk, amit csináltunk, megint egy teljesen más szerintem, mint amit eddig szoktunk. Néha begyorsulunk, néha lelassulunk, néha ilyen, néha olyan, de ebbe ez a jó. Tehát, hogyha mindig ugyanazt csinálnánk 10 évig, akkor nyilván már senkit nem érdekelne. És ez az a nyár. Az embernek vannak céljai, hogy mivel legyen kompatibilis. Hogyha ezt ilyen tudatosan, okosan csinálja, akkor nyilván elhelyez a dalban olyan paramétereket, amik valamelyik irányba terelik. Minket mindig szerettek a rádiók, mondanám azt, hogy önhibánkon kívül, de ez nem igaz. Tehát mi szeretünk olyan rádiós dalokat csinálni, amit aztán majd a rádiók is szeretnek. Úgyhogy nekünk mindig ez marad a prioritás, aztán, hogy ez a másik oldalon hogy csapódik le, az már igazából mindegy. Rengeteg projektet csináltam, csinálok. Ez úgy indult, hogy ez a New Level Empire is egy lesz a sok közül. Aztán ez nyilván így nem kellett hozzá túl sok idő, hogy átvegye a prioritást. Tehát ezt a többiek is majd megerősítik, hogy ez szerintem náluk is így történt, hogy egy idő után egy átbillen, és ez lesz az első számú. Nyilván csinálok ezer mást, nem is feltétlenül zenét, hanem egy csomó más dolgot is, de természetesen a stúdióm az ugyanúgy megy, rengeteg énekfelvételt csinálok, hangszerelek, produceri munkákat vállalok, csak nem olyan súllyal, mint régen, amikor csak ezt csináltam, most a súlypont az itt van, egyébként meg ugyanúgy szeretem, tehát nekem kell azért a ezerféle stílus, meg a benyomások mindenhonnan, nekem az jól esik, én szeretem. Kicsit megöregedtünk, és egyre kényelmesebb és kényelmesebb buszokat béreltünk, aztán úgy érzem most az idei év egy picit, mint a visszaléptünk volna, de nem panaszkodom, mindenki úgy van ezzel, hogy inkább induljunk korábban, de azért legyen benne annyi megálló, evés, az rettenetesen fontos, tehát nekem például délben mindig ennem kell, sajnos én ettől nem tudok elszakadni, 12:00, akkor a biológiai órám az visít, hogy nekem enni kell, aztán este is enni kell, mert tudják, a többiek is elnevetgélnek rajta, hogy a Peti megint neki ennie kell, most már idő van. A stúdióban is én 12:00-kor így fölállok, mint a kilőnének, és akkor már jönnek utánam, hogy megyünk enni. Yeah.
mindig nem olyan, mint a Covid előtt volt, mert a 2019-es évünk volt eddig az őrület, aztán jött a gyászos 20, de most már az idei közelítik azt, úgyhogy nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy most már tényleg minden tekintetben kilábalunk abból az esztendőből mindannyian, úgyhogy igen, tekergetjük. Zenekarvezetői dobos mi voltam, a DJ karrierem, ami már nem annyira van erőltetve, de hát azért 25-30 év nem múlik el nyomtalanul, tehát azért még jó sok buliban vagyok, bár már inkább csak olyat vállalok, amikor klasszikot kell játszani, én az valahogy jobban élem. Meg hát menedzserek produkciókat, és még azt is odaírhatjuk akár, hogy artist manager. Ez az érzés jön, és túl száll, ez csak feltűr úgy, mint a startup. Hogy én gyerekkoromban mi szerettem volna lenni, és hogy terveztem-e azt, hogy mit fogok csinálni, és mondjuk a színpadon, vagy DJ pultban, vagy televízió képernyőn szeretnék lenni, azt annyira nem tudtam. A környezetem az olyan volt, hogy sokan, nekem a apukám ágából szinte mindenki hegedű művész itt-ott a világban, és apukámnak meg óriási tervei voltak, mint színművész. Aztán ott ugye ott a lehetőségek, a politika, a környezet ezt megváltoztatta, és végül is ő kertész vagy agrármérnök lett. De az, hogy ő presszionálta mindig azt, hogy csináljunk valamit a testvérem, és akkor nekem elindultak mindenféle kisebb-nagyobb dolgaim. Tudod, amikor ki volt éve a far, hogy 9. lettem, mit tudom én, a Luffy fújó versenyen, tehát ezeknek így örült. És aztán elindult a DJ dolgom, amit anyukámmal, anyukám meg orvos volt, nagyon-nagyon nem támogattak. És azt mondták, hogy a társadalom alja, ennél lentebb nincs. És ezt én emlékszem, hogy a DJ Service nevű lemezboltban ott volt a lemez lovas szakma krém, és így elmondtam nekik, hogy anyám azt üzeni nektek, hogy mi vagyunk a társadalom alja. És akkor kezdték ezt így meglátni, sajnos apukám már nem nagyon élte meg, hogy az igazi sikerek jöttek, amikor ugye a TV interjúk, meg az első lemez, meg hasonlók, és emlékszem rá, hogy talán az első televíziós interjút a Szilágyi János készítette velem a Jó reggelt Magyarország című műsorban, több millióan nézték, és kérdezte, hogy otthon mit szólnak ez, és elmondtam, hogy anyám azt mondta, hogy a társadalom alja vagyok. És anyámat utána elkezdtek hívogatni a rokonok, mert mindenki azt a műsort nézte, és mondta anyukám, hogy ilyen hülyeséget miért mondasz a tévében? Mondom, anyám, innentől kezdve bármit mondasz, el fogom mondani a tévében. Na mindegy, és amikor ő beteg lett, és így pakolgattam a szekrényét, mert rendet kellett csinálni, akkor én megtaláltam mindent, ami velem kapcsolatos, CD, kazetta, újság dolgok. Szóval ő nagyon örült ennek, csak ő egy szigorú, egyébként nagyon szigorú nő volt, és így nem nagyon fejezte ki azt, hogy ennek örül. És hát amikor, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a zenekarunk pont akkor alakult, amikor édesanyám meghalt. Tehát ez ő szombaton halt meg, és az első alakuló ülésünk hétfőn volt. És akkor az első dolgaink, ez a Last One of Story, ez úgy ment, mintha kés a vajon. Így egyszerűen minden sikerült pillanatok alatt. És akkor mindig azt mondtam, hogy anyukám ezt már föntről intézi, mert ő mindig azt szerette volna, hogy dobosként legyek, vagy zenészként legyek sikeres, nem mint DJ, és szerintem ezt már ő. Úgyhogy hát ez természetesen nem feltétlenül biztos, hogy így van, de én ezt így hiszem. Azt gondolom, hogy idén a New Level Empire tök jó helyzetben van. Szerintem nem panaszkodhatunk, tehát hogy mindenki nyilván szívhatná a fogát, hogy sokkal több fellépés milyen klassz lenne. Hát ez olyan, hogy soha semmiből soha nem elég, és akkor az milyen arcpoétika már, az nem szimpatikus. Ugyanakkor meg szerintem ami van, azt meg kell becsülni, meg egyébként tök jó fellépéseink vannak. Csak mutatnám. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt három évből, ugye 21, 22 és most 23-ból azt szűrhetjük le, hogy 20 után már minden nagyon jó. Ugye 20 az igen nagyjából semmi nem történt. Az elmúlt három évben pedig nagyjából ugyanazokat a számokat hozzuk. Én azt gondolom, hogy
hogy beálltunk egy olyan intervallumra, ami szerintem nagyon-nagyon kényelmes, viszont nyilván még sokkal többet is elbírnánk, de azt gondolom, hogy szezonra lebontva ez egy teljes mértékben értékelhető, jól látható és élvezhető szám. Van a kézi, hogy a nem igazi kell, van az a pénz, ami oda viszi el, ahol az élete több ennyivel, de vagy van még fel. Én annyi mindent csináltam már eddig is, meg annyi mindent csinálok, abban egyetértünk, hogy a következő 20, akár 30, ne adj Isten 40 évben, de azért az már szerintem elég kellemetlen lenne, hogy 83 évesen még itten szenvednék a színpadon, a maradék gázsiért. Tehát, hogy az biztos, hogy a zene, meg a színpadi performance valamilyen formátumban az életem szerves része lesz. Az, hogy a zene megmarad, az csak azért gondolom, hogy meg fog maradni, mert mivel én dalszerző vagyok, és én ülök otthon egy gitárral a szobámban, vagy a zongorával, és én dalokat írok, meg szöveget írok rá, az valószínűleg az olyan belső késztetés, egy olyan önkifejezési mód, aminek valószínűleg meg kell maradni az életem végéig. És mivel mindig vannak különböző inspirációk és különböző történések az ember életében, valószínűleg mindig, nem mindig, de időközönként, így pontos, időközönként az embernek van egy ilyen késztetése, hogy ezt most meg kell írnom, és akkor ezt ki kell magammal írni. De valamikor meg egy évig nem történik semmi. És nem hiányolom azt, hogy jaj, most tök rég írtam dalt. Szóval nem vagyok ez a kényszeres, rástresszelős dalszerző, hogy akkor most nekem éjjel kettő van, most muszáj dalt írnom, mert az trendi. Nem az. Tehát, hogy meg engem a többi tevékenységem olyan szinten leköt, hogy néha abban tök el tudok merülni. És én azt gondolom, hogyha választanom kéne például a kreatív tevékenységeim, a műsorvezetés, vagy a zenek között, akkor nem akarnék kimondottan választani, mert én így vagyok egész. Szóval, hogy engem ezt tesz teljessé. Nekem ez a 100%-om, ez ebből a kis különböző cikkekből. Jó lenne már érezni végre valami valódit, hogy jó eltenni mélyre valami valódit, ami hív, ami húz, ami engem is hódít. Hambeállás utáni és a koncert előtti intervallon mutatom, az egy ekkora rész, azért az nem kicsi, egy ekkora rész, az a várakozás. Ez olyan, mint a fogorvosnál, mikor így már nem akarom, ez a várakozás a legrosszabb egyébként, de elmondom, mi menti fel ezt a helyet a várakozás alól, hogy Siklóson vagyunk, és azért ez egy olyan környezet, olyan körülmények vannak, hogy azért máshol ez csak egy szenvedés lenne. Megint a szenvedés szó, ugye, ez szenvedés lenne, itt meg nem, itt meg ajándék, itt értékes idő, ki kell használni. Legyen az 2 vagy 3 óra, ami nagyon hosszú, de ez legalább jól telik. Jó idő van, élvezzük a dolgot, úgyhogy ilyenkor ez szuperul telik. Ahogy tavaszra válhat a tél, és játszik nekem a táj, a mezőn zenél.